Azok az emberek is, akik képtelenek emlékezni Jézus tételes tanításaira, és manapság gyakorlatilag majdnem mindenki ilyen. Tehát még akkor is általában emlékeztetni lehet valakit a tanításaira azáltal, hogy emlékeztetett őket a történeteire vagy példázataira. Ilyenek, mint a tékozló fiú, a jó samaritánus, a mag és a magvető, az elveszett juh, a talentumok, stb. A probléma ezekkel az, ami valójában nem is probléma, hiszen Jézus szándékosan tette ezt. Tehát az, hogy nem mindig könnyű megérteni őket. Nem bonyolultak, viszont Jézus maga mondta, hogy azért beszélt példázatokban, hogy bizonyos emberek ne értsék, amit mond. Bizonyos esetekben még el is magyarázta ezeket a tanítványainak, és ezek a magyarázatok benne is vannak a Bibliában. Ennek ellenére az emberek továbbra is látszólag nem értik, miről beszélt. A gond az, hogy ezek a példázatok olyanok, mint az ágak, amelyek Jézus fő tanításaiból erednek. Ha azokat az alaptanításokat nem hallottad és nem fogadtad el, amit a követőinek adott, akkor a valódi üzenetet nem fogod érteni. Ez kicsit olyan, mint ha találnál a földön egy ágat, amelyről nem tudod, hogy honnan esett le. Tehát mivel az igazság részei szándékosan össze vannak keverve, ezért elég nehéz lesz megértenünk, mit tanított a példázataiban Jézus. Viszont ugyanakkor pontosan emiatt történhet az is, hogy az emberek beleértve sok befolyásos vallási vezetőt, továbbra is terjesztik a Bibliákat, amiket természetesen ritkán olvasnak, még ritkábban cselekszenek meg. De tulajdonképpen ez a tudatlanságuk volt az, ami megvédte a Bibliát sok országban a betiltástól ennyi évszázada már. Ha a világ valóban tudná, miket tanított Jézus, akkor Bibliákat égetnének a világon mindenhol. Rómában, Izraelben, de még Amerikában is. Sőt, talán leginkább Amerikában. Ebben a videóban meg fogom mutatni nektek, hogy ezek a példázatok hogyan tudnak elrejteni erőteljes és meghökkentő igazságokat. Két példázatot fogunk megnézni, amelyek egymás után lettek leírva ugyanabban a fejezetében Máténak. Az első egy versből álló példázat, amely azt írja, a mennyek országa olyan, mint a kereskedő, aki értékes gyöngyöket keresett. Miután talált egy nagyon becses gyöngyöt, elment, eladta mindenét és megvette azt. Első ránézésre ez a példázat semmi megrázót nem mond. Jézus azt állította, hogy amit ő képvisel, az nagyon becses, olyan, mint egy gyönyörű gyöngyszem. Ezt üzeni, nem igaz? Kedves ember, kedves üzenettel, kedves történet, nem igaz? Ezt mondja Jézus. De várjunk csak. Jézus egy olyan emberről beszél, aki szó szerint mindenét eladta, amilyen csak van, azért, hogy megszerezze ezt a szép gyöngyöt. Tanítja el valaki ezt a részét? Add el mindened, hogy megszerezd ezt a gyönyörű gyöngyöt. Látjátok, milyen könnyű elvéteni a valódi radikális üzenetét egy példázatnak. És miért vétjük el? Vajon nem azért, mert már rég elvétettük a Jézus többi tanításaiban? Tán befogtuk a fülünket, mikor Jézus azt mondta, hogy add el mindened és add a szegényeknek, mert akkor mennyei kincseid lesznek, és azután kövess engem? Ezt mondta. Mi ezeket a tiszta tanításait próbáljuk példázattá faragni, mert Jézus azt úgy értette, hogy bla 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 bla. És hasonlóképpen próbáljuk kimagyarázni, hogy nem is azt mondta, amit mondott. Ismerős, nem? Ó, ne aggódj amiatt a tanítása miatt, az csak egy olyan embernek parancsolta, aki nagyon kapsi volt. Ránk nem vonatkozik, nekünk nem kell aggódnunk ilyenek miatt manapság. Sőt, Isten azt akarja, hogy meggazdagodj. Ha Jézus személyesen előállna és azt mondaná, hogy az, aki nem hagyja hátra minden tulajdonát, nem lehet a tanítványom. Még akkor is ugyanez lenne a válasz. Hát ő azt úgy értette, hogy bla 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 bla, újból és újból és újból. Ezt csináljuk, nem igaz? Ugyanebben a fejezetben Máté egy kissé más változatát is elmondja ugyanennek a példázatnak. Ebben Jézus a gyöngyöt behelyettesítette egy felbecsülhetetlen kincsel. És ebben jobban kitér arra, hogy miért annyira nagy örömhír az, amit ő elmondott. Hallgassuk tehát. Azt mondja, a mennyország hasonlatos egy kincshez, ami el van rejtve a mezőben, amit mikor egy ember megtalált, újból elrejtette, és örömében elment, és eladta mindenét, amilyen csak van, hogy megvegye azt a földet. Na álljunk csak meg, mit mondott? Hallottuk? Azt mondta Jézus, hogy pénzzel megvehetjük a mennyek országát. Így hangzott, nem igaz? De nézzük meg megint. Nem azt mondta, hogy megvehetjük a mennyek országát. Azt mondta, hogy az ember mindenét eladja. Megveszi a földet, nem a kincset, figyeljünk oda, a földet. Nos, akkor miért ugrál fel és aláz az ember örömében? Teljes eufóriában, amiatt, ami történt? Szalad, hogy minden szomszédjának elmondja az örömhírt. Mi ez az örömhír? Nem más, mint az, hogy megszerezte ezt a felbecsülhetetlen kincset, ami egy milliószor többet ér, mint a föld maga,
egymilliószor többet ér mindennél, amit valaha csak birtokolt. És megkapta azt, ingyen. Pusztán annyit kellett tennie, hogy megvette a földet, és az övé lett a kincs, ingyen. Azt a mindenit, nem semmi. Ez az egyetlen példázat megválaszolja az összes értelmetlen vitát teológusok közt, akik arról vitáznak, hogy mennyit kell megtennünk, hogy mennybe jussunk, vagy pontosabban inkább arról, hogy mi a legkevesebb, amit meg kell tennünk, ami már elégséges a mennybe jutáshoz, úgymond. Fogalmuk sincs arról, hogy a mennyek országa mekkora kincsre ér föl. Az ő érdekük az, hogy megtöltsék a gyülekezeteket emberekkel és a perselyeket pénzzel, hogy abból nagyobb és jobb templomokat építhessenek. Emiatt elengedik a megbotránkoztató részleteket. Azt mondják, gyere az én gyülimbe, én nem foglak elítélni ezért vagy azért vagy amazért, stb. Stb. Minden nap kapok ilyen üzeneteket emberektől. Kedves hang a pusztában, bűne az, hogyha ezt és ezt teszem, vagy megtartatom ezt és ezt, és követhetem-e úgy Jézust. Tudom-e ezt fél időben csinálni? Bűne az, hogyha jobban szeretem a családomat Istennél. Tényleg azt mondja a Biblia, hogy ezt és ezt kell tennem? Miért teszik ezt az emberek? Azért, mert nem látják a kincset. Nézzük csak meg a példázat mit ír. Azt, hogy a kincs el van rejtve. Észrevettük? El van rejtve a kereszténység többi részének. Ezért vitatkoznak ennyit a részleteken. Viszont azoknak közülünk, akik hittek Jézusnak, azoknak nincs elrejtve. Mi felfedeztük, hogy amit mondott, az valóban úgy is értette. Például, amikor azt mondta a farizeusoknak, hogy ha ételeteket, de még a tányérotokat és a szegényeknek adnátok, akkor kincsetek lenne a mennyben. A világ és a kereszténység tömegei viszont nem hallották meg Jézust, amikor azt mondta, hogy ne félj kicsi nyájam, mert az atyátoknak az az akarata, hogy nektek adja az ő országát. Csak adjátok el, amitek van, és adjátok a szegényeknek. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, és ahol a moly sem eszi meg. Csodálatos, nem igaz? Emlékszem, egy idős lelkész ezt mondta egyszer. Ahhoz, hogy a mennybe kerülj, semmit nem kell tenned, csak légy a megfelelő helyen, a megfelelő időben, mikor Isten az ingyenjeket osztogatja. A probléma természetesen az, hogy nehéz az embereket rávenni, hogy odajárnak a megfelelő helyre, a megfelelő időben. Azt hiszem, pont ez a lelkész használt egy másik metaforát is. Azt mondta, az örömhír olyan, mint az eső, és én a felhő alatt akarok állni, mikor elkezd rám zudulni a dicsőség. Nos, hát pontosan ez történt ezzel a hihetetlenül szerencsés emberrel is a példázatban. Igen, meg kellett venni a mezőt, és belekerült az mindenébe, ami esek volt a földön. De ez az ember tudta, hogy mi az igazi kincs, amikor meglátta. És az ő becslése szerint ezt a kincset gyakorlatilag ingyen kapta. Pont a felhő alatt állt, amikor Isten kegyelme kizudult rá. Így működik a Krisztusra vetett hit. Jézus azt mondja, engedjük el az életet, engedjük el minden részletében. Engedjük el a munkahelyünket, az otthonunkat, a családunkat, a barátainkat, a megbecsülésünket és magát, az életünket is. És ehelyett én örök életet fogok nektek adni. Életet a maga teljességében. Örömteli életet. Látjátok, mekkora ajándék ez, testvérek? Látjátok már, miért akkora bolondság alkudoznunk Istennel azokról a feltételekről, amiket Jézus hozott? Csak engedjük el, és hagyjuk Istent, hogy bevégezze a munkáját az életünkben. Ez cselekedetek általi üdvösség? Nem. Semmiképpen nem tudjuk cselekedetek által egy lépéssel sem közelebb hoznunk magunkat a mennyek országához. De, és ez egy rendkívül fontos de, az Isten örökös fia eljött a földre, hogy elmondja nekünk, hogy azáltal, hogy mindenünket eleresztjük itt és most a földön, azáltal tudjuk csak megragadni a mennyek országát. Csak akkor tudunk azon a helyen lenni, ahol ingyen osztja Isten a világ legnagyobb ajándékát, ami sokkal jobb, mint maga az élet. Még az általunk elképzelhető legjobb földi életnél is milliószor jobb. A gyülekezetekben azt tanítják, hogy mondaná megtérők imáját, hogy örök életed legyen, nem igaz? Ezzel a cselekedetek útján való üdvösségre biztatnak? Természetesen nem, hanem arra, hogy azért mondaná az imát, hogy ezáltal a megfelelő helyre kerülhess, hogy el tud nyerni az üdvösséget. Nyilván, ha valaki elolvasta közülünk az evangéliumot, az megláthatta belőle, hogy a megtérők imája nem az a feltétel, aminek meg kell felelnünk, hogy megkapassuk az ingyen ajándékot. Viszont a lényeg ugyanaz. Tehát nem arról szól ez az egész, hogy ha megfelelsz az ajándék elfogadásának a feltételeinek, az azt jelenti, hogy bármilyen módon a megfelelésed által nyerted azt. Az ingyen ajándékot az Isten tökéletes kegyelme által kapod, mikor elkezdesz együttműködni Jézussal az ő feltételei szerint. A valódi kincset csak akkor tudjuk felfedezni,
ha az ő feltételei szerint követjük őt. A mennyek országa olyan, mint a kereskedő, aki értékes gyöngyöket keres, és mikor talált egy nagyon becses gyöngyöt, elment és mindenét eladta, hogy megvehesse. Halljuk, miről beszélünk? Halljuk, testvérek? Kérlek, mondjátok azt, hogy igen. Rendkívül egyszerű. De mégis a legtöbb ember soha nem hallja ezt meg. Ha te most ezt hallod, akkor tudd, hogy kizárólag azért hallhatod, mert Isten téged választott arra, hogy adjon egy esélyt, hogy megcselekedd. Add el mindened, ezzel engedelmeskedve neki. Adakozz a szegényeknek és kövesd őt másokkal együtt, akik ugyanezt tették. Hagyj hátra mindent és kövesd Jézust most, ma, ahogy tették ezt a korai keresztények. Kérlek, írd nekem az avidmoderator1@gmail.com-ra. avidmoderator1@gmail.com. Szeretnék hallani felőled. És ne felejts el feliratkozni erre a csatornára, ha szeretnél még hallani hasonló dolgokat Jézus tanításaiból. Isten áldjon meg az örök, szerető akarata szerint.